A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fuvolista növendékeinek előadásával vette kezdetét ez a kiállítás megnyitó, melynek tárlata Cár János, Kollár János és Tőke Imre fafaragó alkotásainak ad helyet. A vendégeket először Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója köszöntötte, majd Budai Viktória művészet történész, a Söffer gyűjtemény vezetője mutatta be a kiállított anyagot, illetve az alkotókat a résztvevőknek. Ez a kiállítás három naív művészt mutat be, mégpedig egy olyan koncepció alapján lettek összeválogatva, hogy vannak a gyűjteményünkben, a Viski Károly Múzeum képzőművészeti gyűjteményében olyan anyagok, amelyek még nem kerültek a nagy közönség elé, és most ezen a szálon lettek összefűzve, hogy tematikailag azonosak, illetve naív alkotók mind a hárman. A Gránátalma díjas népművészet mestere népi játék készítő, fafaragó Cár János személyét városunkban nem nagyon kell bemutatni. Ő Kalocsa szülötte, aki Miskére nősült és ott élt haláláig. Fő célja a hagyományok megőrzése volt, a népi játékok készítésének megismertetése és átörökítése a mai fiatalok számára. Kollár János népművész fafaragó, hegedű készítő, szintén miskei lakos, Tőke Imre pedig a Vas megyei Alsó Újlakon született, később Nagy Tilajon élt és őserejű szobraival vált ismerté. Mind a hárman fafaragók. Mind a háromban autodidakták, tehát nem részesültek intézményes képzésben. Ezáltal ugye egy naív alkotóknak lehet őket mondani, és hát a faragásokból kiderül, hogy ugye nem iskolázottak, de ugyanakkor a lelkükből faragnak, tehát a konvenciómentesen szemlélik a világot, és a gyermeki lelkületet tudnak felszínre hozni. A kiállítás február 8-áig tekinthető meg a Városi Galériában.